Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves gyerekek, barátaim, és nagyon jó, hogy együtt lehetünk. Ma a 12 éves Jézusról fogunk beszélni. Jézus nagyon kedves gyermek volt, engedelmes, jó szívű, szerette nagyon a szüleit. És amikor olyan 12 éves lett, akkor már az ács műhelybe, mert az édesapja Józsefnek hívták Jézus apukáját. Ácsmester volt, asztalos volt, famunkával foglalkozott, és bizonyott elkelt a jó kis segítség. Volt, hogy fogta a gerenda végét a 12 éves Jézus, mert hogy nagyon szerette a szüleit, és látta, hogy mennyit dolgoznak, és mindig segített. Nem is kellett Józsefnek mondani Jézusnak, hogy fogd már meg, csináld meg. Jézus mindig ott volt, ahol segíteni kellett, és mindig tudta, hogy hogyan segítsen. Nagyon klassz kisgyerek volt ő, az anyukájának is nagyon sokat segített. Amikor az édesanyja főzött, több testvére is volt, nagy volt a rokonság, sok volt a vendég, akkor Jézus mindig segített, kivitte a szemetet, nem kellett mondani, helyére rakta a vizes vödröt, ha kiürült, elment, és hozott a kútról vizet. Mindent segített, amit csak lehetett, még mosogatni is beállt, hogy az édesanyjának kevesebbet kelljen fáradni, hiszen rengeteg sok volt a tennivalója. Jézus nagyon kedves fiú volt, sosem bántotta az ő szüleit, még gondolatban sem, sosem beszélt csúnyán, nem kiabált, nem ordított, nem toporzékolt, nem volt trágár, hanem mindig tisztelettudó volt. És akik a rokonságba tartoztak, vagy hasonló gyerekek, Názáretbe, ott a faluba, mindenki nagyon szeretett Jézussal lenni, mert jó volt Jézussal lenni. Tudjátok, a gyerekek is, ha játszottak, vagy valamit, olyan dolgot csináltak, amiben versenyeztek egymással, Jézus mindig hagyta, hogy a másik győzzön, hogy sikerhez jusson. Jézus nem volt önző, és nagyon tudott örülni mások győzelmének. Nagyon tudott örülni mások sikerének, mert hogy ő nem magának akarta elvenni az elismeréseket, és mindenkit segített. Jézusnak körül sok olyan gyerek volt, akinek valami hibája volt, az egyik sántított. Jézus mindig azt mondta, támaszkodj rám, én erős vagyok, segítek neked. Aztán volt olyan, aki nehezen beszélt és dadogós volt. Jézus segített neki megfogalmazni. Szóval nagyon-nagyon szerették Jézus, mert jó volt vele együtt lenni. Az igazi szeretet az segítőkész. Vajon te segítőkész vagy? Észreveszed azt, hogy az édesapád nagyon fáradt? Gondoltál már arra, hogy a műhelybe, ott a vállalkozásotoknál te is össze tudnál már sepregetni? Tudnál rendet rakni? Kivinni a szemetet? Jézusnak sose kellett mondani, mert ő szívesen segített. Te segítesz a szüleidnek? De Jézus nem csak a szüleinek segített, hanem mindenkinek. Az időseket is nagyon szerette. Ha idegen is jött a faluba, és Jézus látta, hogy botra támaszkodik, és nehezen megy, és egy nagy zsák van a hátán, akkor azt mondta, üljön fel,
rögtön lepattant a szamár hátáról, és azt mondta, tessék ide felülni, majd én elvezetem, mondja meg, hova szeretne menni. Jaj, édes kincsem, hálálkodott az öreg ember, meg az öreg asszony, mikor ki, akinek segített. Milyen boldogok a te szüleid, hogy ilyen gyermekük van. Jézus csak mosolygott, örült, hogy segített. Vajon te át szoktad adni az ülőhelyet a buszon, amikor utazol az idősebbnek? Észreveszed, hogyha valakinek segíteni kell, és tudsz-e segíteni, van-e benned elég szeretet? Elérkezett a nagy ünnep, erre készülöttek egészen Názáret és környéke, egész Júdea, mindenki neki indult, hogy a Páska ünnepre, a húsvét napjára fölérjenek Jeruzsálembe. Nagyon igyekeztek, mindenki vitt magával valami áldozatra való állatot. Ugyanis Jeruzsálembe, a templomba mentek, és ott minden család áldozatot mutatott be. Mária, József és Jézus is felkészültek az útra, és gyönyörű, szép, fehér galambot vitt a 12 éves Jézus. Az ő feladata volt, hogy vigye el a templomig a szüleivel együtt. Örömmel mentek, sokan mentek, és milyen jó, az út közben is csatlakoztak minden faluból, Beérsabából is, és minden faluból mindenütt volt rokon, ismerős, és nagyon sokat beszélgettek az úton, a gyerekek csapatokba verődtek, és énekelve mentek, játszottak, szaladgáltak, nagy volt a vidámság, a felnőttek megölelték egymást, de régen láttalak, József bátyám, mondta az egyik csatlakozó férfi, és Máriát is megölelgették a rokonok, az ismerősök, és az út nagyon izgalmas volt. Jézus a szívében is készült arra, hogy ő a templomba áldozatot fog adni, és a pappal bemutatják az Úrnak az áldozatot, a hála áldozatot. Nagyon boldog volt. És sokat beszéltek útközben a nagyobb fiúk, a 13 éves, 14 évesek, akik már többször minden évben mentek az ünnepre, hogy bizony az egy nagyon csodálatos szent hely, a jeruzsálemi templom, és hogy ott az örökkévaló mennyei atya szólni szokott a főpaphoz, meg az emberekhez, és valami Zakariásról is beszéltek útközben, hogy neki angyal jelent meg, miközben bement a legszentebb részébe a templomnak. Szóval nagyon izgalmas volt azoknak, akik először mentek a szüleikkel Jeruzsálembe, a templomba. És készültek, és imádkoztak is, énekeltek is, míg odaértek. Amikor Jézus meglátta a templomot, nagyon boldog volt, amikor odaértek. Arra gondolt, hogy ez a templom a mennyei atya, az örökkévaló Istennek a háza. Átadták az áldozni valót a lévitáknak, akik a papok mellett segítkeztek. Jézus is odaadta két fehér galambot, és imádkoztak. Nagy ünnep volt, hangosan dicsérték az Istent, az emberek, hangosan énekeltek, és tele volt a szívük hálával. Jézus az egész templomot úgy látta, mint az imádság házát. De tudtad, hogy a templom az imádság háza? De tudtad, hogy a templomba azért megyünk, hogy a mennyei atyával találkozzunk? Tudod,
A templomban nagyon jó együtt lenni a barátainkkal, a rokonainkkal, ismerőseinkkel, a szeretteinkkel, a gyülekezettel, de a templomba elsősorban az Úrért megyünk, hogy vele találkozzunk. Jézus kereste azokat, akik imádkozó emberek voltak, azokat, akik ismerték a Bibliát, Mózes öt könyvét, a törvényt, és akik azt tanították, és rájuk is talált Jézus, és odaült melléjük, hallgatta őket, aztán megszólalt és kérdezett, és az öreg rabbik egymásra néztük, egyik húzta a kállát, a másik tekerte a pajeszát. Ez a gyerek 12 éves. Honnan van ez az isteni bölcsesség benne? Hogy vannak ilyen gondolatai? Hát a más gyerek még azt se tudja, hogy az örökkévaló kicsoda. Ő pedig az ő törvényeit érti. Mindenki meg volt lepődve. Otthon érezte magát Jézus a templomba. Úgy érezte, hogy neki itt van a helye, a törvény ismerők között, az Isten igéjének az ismerői között. Nagyon szerette mindenkit, aki a templomba volt, és nagyon szerette a szolgálatot teljesítőket. Te szereted a lelkipásztorodat? Szereted a vasárnap iskola vezetőit? És szereted azokat, akikkel együtt imádkozol? Mert az Úr Jézus szíve tele volt szeretettel, és várt arra, hogy ő előrébb jusson, megértsen sok mindent, ami a Bibliában van. Az ünnep végén aztán hazamentek az emberek, Jézus szülei is, összepakoltak és mentek, és azt gondolták, hogy Jézus ott van a többi gyerek között, hiszen idefele is úgy jöttek, megdöbbentek a szülők azon, hogy Jézus nem volt ott velük. Aggódva gondolt Mária és József, hogy hol lehet Jézus, mert Jézus nem találták. Soha nem volt engedetlen, hát miért maradt el? Csak nem történt valami baja. Keresték a rokonok között, az ismerősök társaságába, a gyereksseregbe, és mindenkitől érdeklődtek, mindenkit megkérdeztek. Nem láttátok Jézust? Sehol sincs. Hát ő nem veszhetett el, ő nem olyan gyerek, mondták a közeli rokonok. József pedig azt mondta Máriának, gyere, menjünk vissza Jeruzsálembe, ez a gyerek ott lesz a templomba. Mária és József nagyon siettek visszafelé, és amikor beléptek a templomba, akkor meglátták Jézust, amint a rabbik között ül, és beszélget. Meg voltak döbbenve. Hát miért csinálod ezt? Hát miért nem jöttél velünk? És Jézus azt mondta, nem tudjátok, hogy nekem az én mennyei atyám dolgaival kell foglalkoznom. József pedig azt mondta neki az apukája, na gyere, add ide a kezed, szépen megyünk haza Názáretbe, az asztalos műhelyben rengeteg a tennivalónk. Tudod, tetőt is kell ácsolni. Jézus engedelmes volt, nem ellenkezett. Bár nagyon szeretett volna még maradni, de engedelmesen ment a szüleivel, míg aztán hazajutottak Názáretbe. Jézus gyönyörűen fejlődött, nagyon szép fiatal ember lett belőle. Nagyon kedves volt, nagyon értelmes volt, és növekedett testben is, lélekben is, és az emberek előtt való kedvességbe. Aki szereti az Urat, azt az Úr megáldja,
kedvessé teszi, és lélekben is, bölcsességben is ad növekedést.